Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a mezőgazdaságért felelős alelnöke, a Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató ZRT vezérigazgatója. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok mindenkinek. Mai témánk röviden a tejre vissza kell, hogy térjünk, mert ugye a kedves nézőink önök tudják, hogy Istvánfalvi Miklós volt a vendégem, a tejtermék tanács elnöke, hiszen az olcsón árusított szlovák tej miatt tüntettek a tejtermelők a Penny Market Alsó-Némedi logisztikai központjában, központja előtt, a demonstrációt pedig természetesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a magyar gazdakörök is támogatta. Sőt, Györfi Balázs is ott volt, a kamara elnöke, aki kijelentette, hogy bízik abban, hogy ez a figyelmeztető demonstráció eléri célját, hiszen az olcsó szlovák importtej, ami egyébként akkor 135 forintba került, ami enyhén szólva is vicces, nem akarok más jelzőszerkezetet mondani, azért felborítja a magyar tejtermelők lelkét, a vásárlókét nem különben, hiszen aki kicsit is odafigyel, hogy mi kapható a boltban, az nem gondolhatja komolyan, hogy ennyiért. Ugye azt tudjuk, hogy volt már Tesco-s, volt már Osanos hasonló ügy. Mi a tanulsága ennek a történetnek? A tanulság, mint mindig, kettős. Egyrészt, mivel ezek a kiskereskedelmi áruházláncok, és multinacionális áruházláncokról van szó, a tejterméknevelésnek a tagjai, ezért ez egy nagyon fontos dolog, hogy részesei egyrészt az információknak, másrészt pedig betartják azokat az írott és iratlan kereskedelmi szabályokat, amik Magyarországon szokványosak, mint ahogy más uniós országokban is ez egy elfogadott dolog. Most annak voltunk tanúi, hogy a Penny Market, aki tagja egyébként a tejterméktanácsnak, és eddig nagyon szépen törekedett arra, hogy betartsa a tejterméktanácsban megfogalmazott etikai alapelveket, az új igazgatójuk ezt másképp gondolja. Egészen pontosan fogalmazok, úgy gondolja, hogy Németországban, amit betartott, és Németországban elfogadott ugyanilyen hallgatólagos és írott szabályok vonatkozásába, azt egy más európai tagállamba, uniós tagállamba nem kell betartani. És itt igen, szabadon nem egészen etikus kereskedelmi viselkedést is folytathat. A tejterméktanács is, és hát természetesen hát a kamara, a MAGOSZ és más érdekvédelmi szervezetek is ugye úgy fogalmaznak, hogy oda kellett mennünk, hiszen az írásbeli jelzésekre nem igen kaptunk kedvező választ, és jelezni kellett számára, hogy Magyarország az unió tagja, és itt sem lehet azzal ellentétes, vagy az általános kereskedelmi etikai gyakorlattal szembe menni. Ezt neki is meg kell érteni, egyébként ő valószínűleg megérti, csak mivel elküldték Magyarországra, hogy sokkal nagyobb hát árbevételre és nyereségre tegyen szert a Penny Market, hát feszegeti azokat a határokat, amelyek során ő valamilyen módon be tudja a vevőket csalogatni az áruházába. Tett egy próbát. Tett egy próbát remélhetőleg, és számára is ez egy olyan próba volt, amiből hát azt a következtetést vonja le, nem kell tovább feszíteni a húrt, hiszen más országokban is az adott ország gazdáinak az elsődlegessége fontos, és a tejtermelés hazai megőrzése ugyancsak elsődleges feladat, hiszen nem kevés pénzt költött a kormányzat is arra, hogy a nagy válságos időszak, amin alig vagyunk pár éve túl, a magyar tejtermelés és az ágazat létszámcsökkenés nélkül tudja átvészelni, és ez sikerült is. Hát nem lenne szerencsés, hogyha pont egy nem kedvezőtlen időszakban azért válna kedvezőért az egyébként alacsony európai átvételi árral bíró magyar tej, mert hát reklám célokra használják fel a terméket. De úgy is fogalmazhatok, hát miért nem a magyar tejet használta fel csalogatónak, hiszen az is itt van. És az a nem pontos megfogalmazás, hogy nincs magyar tej, ez pedig nem valós. Tehát nagyon fontos, hogy Magyarországon
bármilyen Európai Uniós partner, legyen ez bármilyen más nemzetiségű, nem csak, hogy betartsa azokat a szabályokat, amik itt vannak, hanem őszintén valóságos dolgokat mondjon el a vevőknek is, mert ez rendkívül fontos. Ezt egyébként könnyű volt tetten érni, hogy ez valótlant állítanak, hiszen ezt tudjuk. Tehát minden jelentés rendelkezésre áll ahhoz, hogy tudjuk, hogy nagyon jó pozícióban, sőt árpozícióban is van a magyar tej a nagy áruházláncoknál, a kiskereskedelmeknél, nem különben. Bár én megértem, hogy nem akar válaszolni arra az általam mindig közgazdasági csodának nevezett helyzetre, hogy hogyan lesz egy drágább termékből olcsóbb, úgy, hogy közben szállítjuk, tároljuk, mindenféle logisztikai költségeket tennénk rá, ha rátennénk, és hát végül is kiderül, hogy ez olcsóbbá válik. Ez olyan közgazdasági csoda, hogyha valaha valaki be tudja bizonyítani, és ez valóban gyakorlattá lehet tenni, ez Nobel-díjat érdemel, de ő is inkább azt választotta, hogy más válaszokat ad a felvetődő kérdésekre. Annál is inkább fontos, hiszen változott, nőtt a nyerstej árpozíciója a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően, az áfa csökkentés nem különben hatott a piacra, és azt gondolom, hogy most már nyugvópontra került a tejkérdés, aztán kiderült, hogy nem. De menjünk tovább, hiszen azt gondolom, hogy a jelenben kell és a jövőre kell gondolnunk, amikor a klímaváltozás tényéről beszélünk. Ön úgy fogalmazott, idézem, a klímaváltozás tényét nem lehet az asztal alá söpörni, legfeljebb az okain lehet vitatkozni, illetve hát a hazai gazdatársadalomnak az aggódáson túl fel kell készülni a kihívásokra. És itt nem másról beszélünk, mint hogy aszály van. És azt gondolom, hogy ezt hitelesen érzékeltessük, menjünk el Mezőfalvára, az ön szűke pátriájába, hiszen a múlt év utolsó negyedévétől tetten érhető számok szerint is az aszály, ami most már nagy mértéket ölt. Igen, nagy mértéket ölt, és ha csak a számoknak a tükrébe gondolkodunk, tavaly október 1-től, tehát az utolsó negyedévben 78,4 milli csapadék hullott Mezőfalva és környékén. Az első negyedévben, és beleszámítva április eleji napokat is értelemszerűen, a mai napot is, hiszen nem esik az eső ilyen tekintetben, 49,9, tehát 130 milliméter alatti csapadék mennyiség van, ami tudjuk jól, hogy a 400-500 milliméteres évés csapadékot figyelembe véve fél év alatt rendkívül kevés. Tehát nem arról van szó, hogy egy-egy hónapban kevés csapadék esik, hanem fél év óta kevés csapadék esik. És bizony márciusban is 3 milli volt a csapadék mennyiség, és hát természetesen a 49 milliig, illetve hát a 46 milliig, ugye lemondva a hármat, számolgatva január és február is, hát azért nagyon szűkös volt. A téli áttelelő növények, tehát a repce és természetesen a gabonafélék, látjuk most is, viaszos, vastag réteget növesztettek azért, hogy a párolgást próbálják visszafogni. Látunk repcetáblákat, ahol egy-egy növény már elkezdett virágozni. Miért? Hiszen a növény az életrendje szerint magot akar hozni, szaporodni akar. És amikor látja és érzékeli, hogy a környezetében abszolút gátló tényezőként megjelenik a csapadék és a vízhiány, akkor kényszeredetten, ha egy magot hoz, azt is meg akarja tenni. Tehát nem ágazik szét, nem akar más a nagy hajtást növelni, hanem már is elkezd virágozni. Na most ez nagyon-nagyon súlyos terméscsökkenést jelent. Tehát asszály, és ne dobálozzunk jelzőszerkettekkel, de drámai a helyzet jelen esetben mindenképpen. Igen, hiszen nem a téli fagy miatt, hanem az asszály miatt kell az Alföldön különösen sok helyen, de itt Fejér megyébe is számtalan helyen kiszántani a repcét. A búza legfeljebb nem bokrosodik úgy, ahogy kellene neki, de valamilyen búzatermésre számíthatunk.
de semmiképpen nem rekordévre. És akkor szoktam mindig megkérdezni, amikor újfent, ugyanolyan sajtómédiumban közel egy hónappal ezelőtt hallottam, minden évben szokásosan megjelenik, bár most már a gazdák nem figyelnek rá, meg már a kereskedők se, hogy rekordtermés lesz idén gabonából. És akkor úgy magam elé néztem. Összerezzen az ember ilyenkor, igen. És azt mondom, hogy hol él ez az ember? Kinek dolgozik ez az ember? Bizonyára, hát a megbízójának legyen úgy. Természetesen mindenkinek más-más helyen kell pénzt keresni, de ma már, aki bármilyen módon kapcsolatban van a mezőgazdasággal, de egyáltalán csak az időjárás jelentést nézi, az tudja, hogy óriási haszály van. És ha óriási haszály van, akkor szó sem lehet rekordtermésről. Igen, és annál is inkább probléma ez, hiszen azt tudjuk, hogy a repce most már két számjegyű százalékot foglal el a mezőföldön is, mert hogy megéri, ha úgy tetszik a gazdának, az hozzáértő gazdának természetesen. A kukorica pedig annál is inkább fontosabb, hiszen legfontosabb takarmánynövényünkről van szó. István Falvi Miklós, a tejterméktanács elnöke volt, aki ugye maga is nagy gazda, szarvasmara tenyésztőként, hogy ez óriási problémát okoz már most. No de, az aszályra fel lehet készülni. Mivel lehet felkészülni? Természetesen nem mással, mint öntözéssel. És akkor, amiről most kiemelten kell, hogy beszéljünk, az a Nemzeti Öntözési Program. Hol tart ez a program? Hogyan lehet megvalósítani? Mi minden kell hozzá, hogy az ilyen esztendők kevesebb kárt okozzanak, mint az idei? Hiszen ne legyen kétségünk felőle, ugye a klímaváltozásról már számtalanszor beszéltünk, ez úgy tűnik jelen pillanatban sajnos megállíthatatlan folyamat. Igen, és hogyha a Nemzeti Öntözési Programról beszélek, ugye ez tavaly került elfogadásra, a idei évtől indul, és közel egy évtizeden keresztül konkrétan meg van határozva mind az a pénzösszeg, amit évente ennek a programnak a megvalósítására kell fordítani. És a kormányzat végül is úgy fogalmazott, hogy amennyibe a büdzsé engedi, ezt még növelni is kívánja a éveknek a közgazdasági viszonyai függvényébe. Tehát úgy, ahogy az áfa csökkentés folyamatosan az elmúlt években megtörtént, ugyanígy nagy valószínűség szerint az öntözési programba való összegszerűségek is növekedni fognak, és minél előbb egy kiterjedtebb öntözési lehetőségnek lesznek a gazdák, a tanúi oly értelemben, hogy ők is eljutnak oda, hogy öntözni tudjanak. Természetesen ugye az elmúlt évek, de inkább évtizedek, hát magam 40 éve vagyok a pályán, és több öntözési programot megéltem a verbalitás szintjén és a meghirdetés szintjén, de ez az a kormányprogram, ahol felelőssel és konkrét pénzösszegekkel van a jövő meghatározva. És nem azzal, hogy ebből elveszünk pénzt, hanem ehhez hozzátesz a kormányzat pénzt. És mivel a szaktárca, az Agrárgazdasági Kamara segítségét és más szervezetek segítségét is kérte ennek a széleskörű felmérésére és megvalósítására, ezért mivel együttes akarat van a gazdákkal együtt természetesen, ezért a legnagyobb lehetőség most van arra, ez egy kegyelmi állapot, ha úgy tetszik, hogy meg is valósuljon ez a tervezet, és ne csak a akarat vagy verbalitás szintjén, hanem a gyakorlat szintjén. Hol tart most a program? Hát jelenleg a felmérések befejeződtek, sajnos tudomásul kell venni, hogy ezen a területen nem minden vízitársulat tette a dolgát. Ma már számtalan helyen a öntöző csatornákat egyrészt a gazdák a víz hiányába, hiszen az öntöző csatornába nem volt víz. Nem volt víz. Beszántották, hasznosították, ma már csak a nyomvonalát lehet esetlegesen a növények állapotából valamilyen módon meghatározni. Tehát először is rendbe kell tenni azokat a vízi közműveket, azt a csatornahálózatot,
amely önmagában is egy talajtározást biztosít a környező tábláknak, ahol a vizet ugye elvezetjük. A másik nagyon fontos dolog új csatornák építése. Az új csatornák építését ennek a jogi akadályait természetesen meg kell szüntetni. Itt a közös, a osztatlan közöstől kezdve kisajátításokig, most nem akarok részletekbe belemenni, de olyan jogszabályi változások lesznek, amik gyorsítják azt, hogy új csatornát is földtulajdonosi közösségek gyorsabban meg tudjanak építeni, természetesen állami segítséggel, támogatással, hogy később vízhez juthassanak. Tehát mind az a kör, és akkor utána jön értelemszerűen majd ugye azok a támogatások, amik különféle öntözés, tehát biztosító mechanizmusok, akár lineárok, akár pivot centerek, most nem akarok itt gépesítés vonatkozásába a legkülönfélebb részekbe belemenni, de konkrétan biztosítják az öntözést a gazda számára megfelelő mennyiségű vízzel, amihez utána hozzátartozik ugye a vízdíjnak a kérdése, és hát ezt alapvetően felszíni vizekből kell megoldani, hiszen a mélyen rejlő ártézi vizeink és a ivóvizeink készletét nem szabadna öntözésre felhasználni, hiszen akkor az utódainknak a lehetőségét csorbítjuk, de Magyarországon azt kell mondani, hogy nagyon bővébe áll rendelkezésünkre felszíni víz, hiszen tudjuk, hogy jelenleg 114 köbkilométer jön be az országba, és 120 köbkilométer megy ki oly módon, hogy átlag csapadék vonatkozásában évi 58 köbkilométer csapadék víz keletkezik, ebből 52-t felhasználnak a növények, párolgás és egyéb veszteségek során, még mégis 6 köbkilométerrel gyarapítjuk a befolyó vizeinknek a mennyiségét, és az ország határokon 120 köbkilométernyi víz távozik el. Addig is viszont, amíg ez a valóban a nagyszabású és nagyon pontosan meghatározott kormányzati öntözési program megvalósul, addig a gazdáknak fel kell készülni, hogy addig is növényt kell termesztenünk, addig is meg kell a talajba a vizet őrizni, ez pedig víztakarékos talajmegmunkálással, a talajok folyamatos zárásával, mulcsokkal való takarásával és számtalan szükség szerinti talajművelettel lehet elvégezni, hiszen ha azt nézzük most, hogy még mindig, ha a határba járunk, látunk lezáratlan talajt, és ezekben a talajokban közel 20 milli csapadék illan el a szelek szárnyán, hogyha a 4 millió 600 ezer hektár szántó országban meglévő szántóterületet nézzünk, és ezt a 20 millivel beszorozzuk, akkor az azt jelenti, hogy 0,92 köbkilométer az a mennyiség, amit elengedünk. Csak nem egy köbkilométer. Köbkilométer, így van. És ugye ezt megnézzük, a Balaton fele, a Velencei 15-szöröse, a háromszorosa a Tiszatónak. Tehát óriási vízmennyiség, tízszerese egyébként annak, amit jelenleg öntözünk. Tehát egyszerűen elképesztő mennyiség az, amit akár tudatlanságból, akár lustaságból, akár más oknál fogva, de nem teszünk meg. Tehát fenn kell tartani a biológiai egyensúlyt mindenképpen, ehhez viszont az agrotechnikát vissza kell irányítani a helyes útra. Hol tart egyébként, hogy még térjünk vissza itt az öntözőrendszerekre, a felkészülés, illetve a tervezés folyik már? Gőzerővel folyik, és azokon a területeken, ahol a talaj vízszintje, mint a homokhátság folyamatosan csökken, ott ezeket az öntözéseket és az öntözéssel való vízpótlást elsődlegesen meg kell oldani, hiszen a termelés biztonsága ezáltal fokozható, de valósítható meg. Ugyanígy fontos dolog, és tervek vannak rá, hogy mindazokon a tisztított szennyvizeket, amiket jelenleg visszaengedünk az élővizekbe, és sokszor a visszaengedés helyén tisztábbak, mint maga a
adott élővíz, amiben visszaengedjük, ezeket igenis fel kell használni öntözésre, hiszen ebbe tápanyag van, még mielőtt visszaengednénk, amit komoly pénzeken vonunk ki azért, hogy tisztított szennyvízünk legyen. Természetesen nem azt mondtam, hogy étkezési uborkát kell ezeken a területeken termelni, vagy szamócát, de mondjuk egy vetőmag termesztésre kiváló lehetőséget biztosítanak, és pont egy magasabb hozzáadott értékű vetőmag előállítása, ami biztonságosabban termelhető ugye öntözéssel, hát abszolút meghálálja azt, hogyha tisztított szennyvizet, vagy a vetőmagnak megfelelő tisztított szennyvizet használunk föl annak öntözésére. Tehát ez nem esetőség, nem pusztán terv, ez egyszerűen kényszerűség, és ez mindenki az okszerű gazdálkodás alapja, ha úgy tetszik. Olyan kényszerűség, amiben teljes egyetértésben van a kamara is, és a szaktárca is. A szaktárca ezzel a programmal, kormányzati programmal gyakorlatilag azt látja, hogy mintegy 500 ezer hektárra lehet növelni a öntözött területeknek a nagyságrendjét, ugye a program végével. A kamara úgy fogalmaz, hogy 30-ig el kell érni az 1 millió hektár öntözhető terület nagyságát. Félreértés ne essék, nem ellentétes a két anyag, hiszen a kormányzati program előbb ér véget, a kamara messzebbre tekint, és hát mind a gazdák érdekvédelmi szervezete igenis ezt a programnak a későbbi, további folytatása mellett is kardoskodik, de hát nyilvánvalóan a kormányzati ciklusok azért egyelőre nem teszik lehetővé, hogy több évtizedes programok. Mert hogy ez az alapja mindennek, annál is inkább, hiszen most 70-80 ezer hektár az öntözött terület. Tehát igen, ez is egy óriási előrelépés, ha úgy tetszik. No, hát én bizakodó vagyok mindenképpen, hogy milyen lesz az időjárás, azt még pontosan nem tudhatjuk, tehát ne legyenek azért illúzióink, nagyon sokat nem fog változni, de bizakodjunk, hogy jön az eső, jön a csapadék. Viszont egy ünnepi pillanatokra kell, hogy felhívjuk a figyelmet, hiszen rövidesen ismét Mezőfalvad otthont a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara csodanapjainak májusban lesz. Igen, május 23-án és 24-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara harmadik szántóföldi napok és mezőgép sója lesz Mezőfalván, ami két évvel ezelőtt volt nálunk, a tavalyi évben pedig Mezőhegyesen került megrendezésre. Ennek a legnagyobb hozadéka az, hogy Mezőfalván óriási terület áll rendelkezésre arra, hogy a kiállítás résztvevők és az ott bemutatott gépek nem csak egy próbaszántást csináljanak, hanem folyamatosan bemutassák azt, hogy mit tudnak ezek a gépek, sőt, mi több, akinek erre van jogosítványa és megfelelő papírja, ki is próbálhatja. Tehát igazából a legpontosabb helye annak, hogy hazaérkezvén meg tudja tekinteni azt, hogy az ő gépparkjához hogy illeszthető be az a gép, ami megtetszett neki, hogyan viselkedik az a gép vagy munkaeszköz ugye a földeken, hiszen ott nem csak különféle talajmegművelő eszközök, hanem permetező gépek is bemutatásra kerülnek, és bizony a próbapályát azt mi nagyon göröngyösre csináltuk. Tehát amikor valaki majd videót készít arról, hogy a két oldalt a úgynevezett szárnyak mennyire tudnak mozogni, és ott az a gépi kiegyenlítés, amit ugye a tervezők és a forgalmazók mondanak, hogy ilyen abba benne van, hogy a kilengéseket csillapítja, sőt, mi több, teljesen korrigálja, hát ott bebizonyíthatásra került két évvel ezelőtt is, és jelenleg is, hogy valóban így van-e. Mert ha bizony a talajt fogja érinteni a vége, akkor ez még nem egészen tökéletes, a tervezőknek ez egy jelzés, a vevőknek is, hogy bizony a
lehetőségek még nincsenek ott, mint a célkitűzések a gépforgalmazók vonatkozásába, és mindenki számára ez hasznos információ. Tehát ingyenes a mezőgép show, mindenkit szeretettel várunk. Még azt is tudom mondani, hogy mivel több mint 62 hektár áll rendelkezésre, még bár korlátozott létszámba, de kiállítókat is tudunk fogadni, hogy minél szélesebb körbe és minél nagyobb gazdakörhöz jusson el az a pozitív információ, azzal együtt, hogy természetesen mindenféle bemutatók lesznek, gépi bemutatók, ezen kívül ismeretterjesztő előadásokra kerül sor, és hát ott vannak a mikroparcellák, ott vannak az őszi vetésű növények, őszi és tavaszi vetésű növények, ahogy különféle fajta sorokat is meg lehet nézni, hogy jelenleg teljesen normál, átlagos körülmények között mit tudnak produkálni. Tehát ismeret hátán a két nap alatt, és ez ingyen, könnyen megszerezhető, könnyen magunkévá tehető, ezt tudja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara biztosítani ez évben Mezőfalván. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Köszönöm szépen, ahogy két esztendeje természetesen ott leszünk mi is. Köszönöm, hogy megtisztelt. És kedves nézőink, köszönöm önöknek is a figyelmet, és engedjék meg, hogy rendhagyó módon búcsúzzam. Csendet esőt kívánok mindenkinek, mindnyájunknak, mindannyiunk érdekében. Köszönöm figyelmüket. Úgy legyen.